Teljes szívemből köszöntök mindenkit, a nevem Budai Neurosztréka, és ma egy nagyon különleges témával várjuk Önöket a hagyományteremtő kerdesti germán gyógytudomány webkonferencián. A mai téma a pitvar fibrilláció és szívritmus zavarok megértése a germán gyógytudománnyal. Amikor megláttam ezt a témát, hogy dolgozik rajta Karesz, ami talán nem kis műhelytitok, hogy nagyon régóta vágyunk erre a témára, és végre ez be tud teljesülni. És ugyan a kezdetekkor heves szívdobogásunk volt, hogy be tudunk-e lépni és csatlakozni, tudunk-e, hallhatóak vagyunk, de erről fog szólni ez a mai webkonferencia is. És kezdjük a legelején, egy nagyon naív kérdést tennék fel, és talán Önökben is megfordult ez a kérdés valamikor, hogy miért dobog a szívünk? A szívünk dobbanása létünk nélkülözhetetlen feltétele. A szív legnagyobb részét az a szívizomszövet alkotja, amely terheltségünktől, lelki állapotunktól függően percenként átlagosan 65-ször, egy ember életében csak nem 1 milliárdszor húzódik össze. Vajon mi teszi képessé a szívünket arra, hogy életünk során fáradhatatlanul végezze a munkáját? Miért nem rándul sohasem görcsbe a szívizom? Hogyan képes kielégíteni pillanatnyi szükségleteinket akkor is, amikor alszunk, de akkor is, ha a 100 méteres síkfutás döntőjében küzdünk a győzelemért? A szív kérdése az mindannyiunk szívügye, és szeretném, ha ezen a webkonferencián egy kicsit a lelki füleinkkel is hallgatnánk, hiszen nagyon sok olyan programról fogunk ma hallani, amely az egyetlen szívünket érinti. Fogadják ezt az előadást szeretettel, és remélhetőleg rájönnek arra, de kedves hallgatók, hogy mit tudunk tenni a szívünk és a saját életünk iránt, vagy érdekében, és mint ahogyan a prezentáción is látszik, kezünkbe vesszük az életünket, és kezünkbe vesszük azokat a történéseket, amelyek a szívünkre hatnak. Legyen ez az előadás egy olyan bemutató kereszt, amelyet bárki, ha most csöppen be először erre a webkonferenciára, megérti, és ezért szeretnélek arra kérni, hogy kezdjük a cím végével, hogy germán gyógytudomány, előbb ezt értsük meg, és csak utána térjünk rá a szívritmus zavarokra és a pitvar fibrillációra. Mit jelent ez, mi is ez a germán gyógytudomány, hogyan fogjon neki valaki, aki most hall erről először. Nagyon köszönöm, Réka, ezt a tökéletes bevezetőt a szív-izomzat megismerésébe, hogy miért is dobog a szívünk. Hát a válasz egyszerű, többet pihen, mint dolgozik, és ezt azért jó lenne megtanulni a szívünktől, hogy mi is egy életen át képesek legyünk egészségesen és boldogan működni. De a germán gyógytudomány 5 alap törvényét azért kell ismételten és újra elmondanom, mert vannak benne aktualizált kérdések, amelyek viszont arról szólnak, hogy mi igazodik ebből a mai előadásba. Hammer doktor a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. És itt az szív nem csak és kizárólag a dobogó izomszövetre vonatkozik, hanem átvitt értelemben sokkal többről van itt szó. Akinek csak józan esze van, az nem fogja tudni megoldani a konfliktusát, ugyanis a betegségek kiváltó okait, ha megvizsgáljuk, akkor rádöbbenünk arra, hogy vannak a fizikai világból származó betegségkiváltó tényezők, mint nem megfelelő táplálkozás, mérgezések, sugárzások, különböző balesetek, vagy megtörténnek,
iatrogén ártalmak, tehát orvosi beavatkozás következtében kialakult ártalmak, de ezek a témák természetesen nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. A germán gyógytudomány tárgykörébe azok a betegségek tartoznak, amiről eddig azt gondoltuk, hogy ismeretlen, hogy gyógyíthatatlan, hogy autoimmun vagy bármilyen krónikus betegség ide tartozik, hiszen rádöbbenünk arra, hogy ezek a betegségek hogyan alakulnak ki. Hámer doktor a saját életében, mondjam úgy, a saját bőrén tapasztalta meg azt, hogy mit jelent egy váratlan, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatásnak a becsapódása az életébe. Ez a 19 éves fiának az elvesztése volt, akiért ugyan 111 napig küzdött, hogy életben tartsa. Ennek ellenére ez a 19 éves fiú meghal az apja karjai között. Itt látjuk a 19 éves fiának az arcképét a germán gyógytudomány jegyzeten. Dirk Hammernek a halála, elvesztése Hammer doktornál heredaganatot okozott, és ez a heredaganat műtétileg lett megoldva, kemosugárkezelést Hammer doktor nem vállalt, és ez a heredaganat a fiú halála után 2 hónappal már megjelent. A kollégák 1% esélyt adtak Hammer doktornak, de ő mindent túlélt, és 1981-ben már egy nőgyógyászati rák klinikán dolgozott, mint belgyógyász főorvos, és természetesen, mint volt daganatos beteg, feltette a kérdést a pácienseknek, hogy történt-e az ő életükbe is valami nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, váratlanul, meglepetésszerűen, amit magányosan éltek-e meg. És a válasz minden esetben, 200 esetben mindig ugyanaz volt, és a probléma mindig az volt, hogy benne maradtak ezek az emberek a konfliktusban. Vagyis a DHS kialakulása, Dirk-Hammer szindróma, Hammer doktor a fiáról nevezte el azokat a kritériumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindítson egy szervi elváltozást, és ez mindig egy nagyon súlyos érzelmi állapotról szól, ami váratlanul, meglepetésszerűen érkezik, és magányosan éljük meg. Egyezünk meg, hogy mindig egy félelemről van szó, egy jó hírtől senki nem fog megbetegedni. De amikor egy félelem megráz minket váratlanul, és ezt magányosan éljük meg, akkor kérem szépen a kérdés az, hogy meddig maradunk ebben a konfliktusban. Mert ha lezárnánk békével a napjainkat, a mai napot is, ugye már 2000 évvel ezelőtt megmondták, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, nos, akkor ezek az érzelmileg elindított, értelmes biológiai különprogramok le is záródnának, és a kialakult sinek is eltűnnének. Ezek a sinek, ezek a körülmények rögzítését jelentik, az érzékszerveink a rájuk tartozó információkat rögzítik a konfliktus pillanatában, pontosan a túlélés érdekében. Csak hogyha nem oldjuk fel érzelmileg ezeket a konfliktusokat, akkor ezek a sinek emlékeztetni fognak minket arra, hogy itt valami nincs még megoldva, és alapját adják a krónikus megbetegedéseknek, amint ezt majd a későbbiekben ki fogom vetíteni. Tehát összefoglalva a legfontosabbat, a rák vastörvényének a megértését, az első számú biológiai természettörvény megértését összefoglalnám még egyszer, mert ha itt ezt megoldjuk, akkor a további információ gyakorlatilag már szükségtelen. A lényeg, hogy lezárjuk békével a napjainkat. Miért békével? Azért, mert itt egy félelem alapú konfliktusról van szó. A félelem mindig biológiai félelem, és ezért biológiai konfliktusról beszélünk. A félelem alapját mindig a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem jelenti, de természetesen ezt mi nem így fogjuk megfogalmazni, mert egy adott veszélyhelyzetben az agyunk rögtön asszociál egy megfelelő problémára, egy konfliktus típusra, és annak megfelelően fog elindulni egy értelmes biológiai különprogram, azért értelmes,
mert mindig a túlélésről és a fajfenntartásról van szó, és különben nem indul el, csak ha mi elindítjuk, és benne is maradunk természetesen. Tehát ezért kellene a mai napunkat is érzelmileg lezárni, vagyis megkeresni, hogy minden kellemetlenség, amely a mai nap érintett minket, az mire akart valójában megtanítani. Mert az csak azért volt kellemetlen, mert félelemmel töltött el, és azért töltött el félelemmel, mert biológiailag úgy elemeztük ki, hogy veszélyezteti a túlélésünket. Persze itt nem csak túlélésről beszélünk, hanem a kényelmünkről, a megélhetésünkről, a párkapcsolatról, valakinek az elvesztése, valakiért való aggódás, ezek mind-mind ide tartoznak, ezek a negatív érzések, és ezek mögött mindig az említett két félelem áll. De ha megtanuljuk a mai nap történéseiből is azt, hogy mindez mire akart minket megtanítani, rádöbbenteni, hogy talán többek vagyunk, mint a túlélésükért küzdő biológiai lények, mert ugye az állatok az erdőben is ugyanezt teszik. Szóval, ha ennél mi többnek érezzük magunkat, akkor meg fogjuk tudni oldani érzelmileg mindazt, amit érzelmileg indítottunk el. Én úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezzel bővebben foglalkozni, de ne feledjük el azt sem, hogy egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, és ezt befolyásolják az előzmények, hogy milyen konfliktusokat éltünk meg eddig, vagyis a kitaposott út, a bejáratott ösvény, és ha valaki mindentől, magyarul mondom, szarul érzi magát, akkor mindig is ezt a programot fogja elindítani. De ha azt éli meg minden egyes konfliktus során, hogy neki még többet kell teljesítenie, mint eddig, mert nem vagyok elég jó ahhoz, hogy szeressenek, nos, akkor beindul a túlhajszoltság, és ebbe több szervünk is részt vesz, nem csak a szívizomzat, hanem még a pajzsmirigy és még egyéb hormonok is rá fognak dobni egy lapáttal, hogy minden jól működjön. Ebből érthető meg, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, mert csak ő tudja elmondani, hogy mit érzett, mi volt a félelme. Természetesen a lélek-agyszervtengely egy olyan nagyszerű diagnosztikai eszköz, hogy bármelyiket, ha megismerjük, a másik kettőt megfejthetjük. Tehát ezért van az, hogy a tünetek alapján tudunk kérdezni, illetve valaki a tüneteit majd beírja, és erre tudunk válaszolni. De ugyanígy, ha valaki elmondja, hogy mitől fél konkrétan, arra is tudunk válaszolni, hogy mi lesz annak a szervi következménye. Persze mindennek az agyi relékben ott van a lenyomata, ahogy azt láthatjuk ezen a képen is, a második számú biológiai természettörvény bemutatásánál. Hammer doktor folytatja a kutatást 1981-es felfedezése, bejelentése után is, és rámutat arra, hogy ezek az értelmes biológiai különprogramok két fázisban zajlanak. Le van egy konfliktus aktív fázis, és van egy megoldást követő fázisa ennek a programnak. A konfliktus aktív fázis alatt a koponya CT képét felül látjuk, hogy céltábla alakú körkörös gyűrűk jelennek meg az érzelmi becsapódás következtében az agynak pontosan meghatározott részébe, mert amint az előbb kivetítettem, az én megélésem az egyetlen valóság. Ez fogja meghatározni, hogy hová csapódik be a DHS agyi szinten. Szervi szinten azt fogjuk tapasztalni, hogy igencsak emelkedett lesz a pulzus, a vérnyomás, a légzésszám, hideg verejték önt el minket, hideg a kezünk, hideg a lábunk, nem tudok nyugodtan aludni, felébredünk álmunkból többször is, zakatol az agyunk. Miért? Mert még mindig benne vagyunk a konfliktusban, és e körül jár minden gondolatunk. De ne feledjük, már a konfliktus aktív fázisban a biológiai testünk a segítségünkre jön, és ezt a harmadik természettörvénybe fogjuk meglátni, hogy miben áll ez a segítség. A KM a konfliktus megoldásának a pillanatát jelenti a második függőleges vonalon, és természetesen nem mindegy, hogy megváltoztak a körülmények, vagy tényleg érzelmileg zártunk le valamit, és ennek következtében elindul a megoldást követő fázis, és ennek három szakaszát látjuk, az exudatív, az epileptoid krízist és a hegesedési szakaszát ennek a fázisnak.
Az exudatív fázisban szaladunk orvoshoz, pedig megoldást követő fázisról beszélünk, és exudatív szakasz azt jelenti, hogy már beindult a gyógyulásunk, a helyretétel, csak hogy gyulladásos tünetek fognak megjelenni, és a gyulladásról gondolom mindenkinek van már tapasztalata, hogy ha felszínen van, ugye akkor piros, duzzadt, meleg, fájdalmas, és nem működik megfelelően az adott területe a testnek, de ne feledjük, hogy ez a duzzanat a koponyán belül is megjelenik, és ez fogja a fejfájást okozni. Azért exudatív fázis, mert exudátum, vagyis sejt közötti sejt, nedv szaporodik fel szervi szinten is, és az agyirelék környékén is. Ezt látjuk az alsó CT-képen, akár a piros, akár a kék nyíllal megnézett képen láthatunk egy-egy megoldásban levő hámeri gócot, az alsó kékszínű éppenséggel egy here vagy petefészek, a jobb oldali piros nyíllal jelzett megoldásban levő relé pedig éppen egy birtokvesztés konfliktus megoldásáról szól, ami a koszorúér artériákat érinti, és erről a mai nap külön szó is lesz. Nos, a megoldási fázisban ugye az első szakasz az exudatív, ezután jön az epileptoid krízis, és ez azt jelenti a szív esetén, hogy igencsak kemény tüneteket fogunk megtapasztalni, annak függvényében, hogy a szívnek melyik része érintett, hogy a szív izomzat vagy a szív koszorú erek érintettek. Minden esetre a szív-izominfarktus az epileptoid krízisben jelentkezik, ennek látni fogjuk a tüneteit, és a tüdőembólia is ebben a szakaszban jelentkezik. A tüdőembólia a túloldali reléből indul ki, ami szemben van a piros nyíllal jelzett relével, és az a szívkoszorú erek vénáit érinti szervi szinten. A jobb oldali relé pedig a szívkoszorú ér artériás rendszerét érinti. Nos, a epileptoid krízisnek biológiailag az az értelme, hogy kipréselődik az agyi reléből az ödéma, a vizenyő, megszűnik a fejfájás, és több vizeletet fogunk üríteni, mint amennyi folyadékot megittunk, és ez a szervi szinten is az ödéma kiürülését fogja jelenteni. Ezért fog több vizelet ürülni. Az epileptoid krízisnek nagyon fontos része az agyi relének a helyrehozatala, ezután folytatódik a szöveti szinten, szervi szinten a szövetek megerősítése, ez a hegesedési fázis, és ha a szívizomról beszélünk, a program végére a szívizomzat erősebb lesz, mint volt, hiszen pont ez a biológiai értelme, mert mindennek értelme van, ami a szervezetünkben történik. Természetesen, hogy lesznek olyan programok, amik epegörcsöt, vesegörcsöt okoznak, ezek is mindig az epileptoid krízisben jelentkeznek, de ne feledjük el, hogy a fájdalom, a gyulladásos tünetek megjelenése az mindig az exudatív fázisban fog megtörténni. A harmadik természettörvényben kapunk magyarázatot arra, hogy mi is történik a két fázis alatt. A konfliktus aktív fázisban, amint látjuk, vagy sejteket szaporítunk, vagy sejteket sorvasztunk, vagy működést fogunk fékezni, gátolni. A megoldást követő fázisban viszont ennek a fordítottja történik értelemszerűen. A felesleges sejteket lebontjuk, mert nem tartunk el felesleges sejteket, a hiányzó sejteket visszaépítjük, és a működést helyreállítjuk. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű egyenlet, ezt egy ötödikes diák is teljes mértékben képes megérteni. Azt is látjuk ezen a képen, hogy bizonyos sejteknek a működését bizonyos agyi részek irányítják, az agytörzs és a kisagy, ezek együtt az ősagyat képezik, mindig sejt szaporítással indítják szervi szinten a programjaikat, míg az agyvelő és az agykéreg szervi szinten sejt sorvadással indítják a programot, ami megoldásban vissza fog épülni. Az agykéreg képes egyedül arra, hogy működés fékezésével, gátlásával
is a túlélést szolgálja, és ilyen túlélő program például a cukorbetegség is. Hogy miért marad valaki cukorbeteg, azt megérti, amikor a krónikus betegségekről fogok szólni. Nos, nem véletlen, hogy mikor mi történik a szervezetünkben, hiszen minden sejtünk, szövetünk a megtermékenyítést követően létrejött szedercsíra állapotból, és az abból létrejött három csíralemezből származik. Tehát itt a három csíralemezt látjuk, a fólia bal oldalán sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva, és azt is látjuk, hogy a nyilak egy irányba mutatnak, tehát valami kialakult belőlük, és onnantól ezek a sejtek nem fognak átalakulni egy másik sejtét. Már is szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy metasztázisok vagy átétek nincsenek, ezek biológiai képtelenségek. A sárga színű sejteket a sárga színnel jelzett agyi képlet az agytörzs irányítja, látjuk hosszanti és keresztmetszetben is a képet. Az agytörzs arra van kitalálva, hogy így mondjam, az a feladata, hogy a túlélésünket biztosítsa, és most rögzítsük le, hogy a túlélésünkhez mindösszesen csak levegőre, vízre, táplálékra, fényre és hangra van szükségük. Ennyi kell a túléléshez. Semmi több. Az összes többit mi találjuk ki hozzá. És remélem mindenki rendelkezik levegővel, vízzel és egy kis táplálékkal még a hűtőszekrénybe, úgyhogy nyugodjunk meg legalább az előadás idejére, hogy minden rendben van, dobog a szívünk, megy az anyagcsere, annyi dolgunk lenne, hogy figyeljünk az előadásra, és akkor a többivel nem kéne foglalkozunk, hiszen senki se tudja most megmondani, hogy éppenséggel a hólyagjába hány köbcenti vizelet tárolódik, vagy éppenséggel a megevett vacsora a tápcsatornának melyik szakaszában található. És ezt nem is kell tudjuk, mert ezt mind a vegetatív idegrendszer rendezi. Tehát az agytörzs a belső csíralemez sejtjeit irányítja, és az alapvető túlélési programot biztosítja számunkra. Az agytörzs mögött látjuk a kisagynak a hosszanti és keresztmetszeti képét, és a kisagy azokat a sejteket fogja irányítani, amelyek a csíralemez metszeten szorosan hozzátapadnak a sárga színű sejtekhez, ezek lesznek a mezoderma, vagy középső csíralemeznek az ősi sejtjei, az ősi mezoderma sejtjei. Nos, a kisagy irányításával oldjuk meg a vélfagyvalós támadásokat, plusz az aggódással, a tej mirigyek szaporításával meldaganatot leszünk képesek létrehozni. A kisagytól kiinduló kékszínű nyíl pontosan arra az aktív relére mutat, ahonnan a meldaganat kiindul, tehát egy koponya CT-n ezt látni lehet, hogy éppenséggel ez a meldaganat konfliktus aktív vagy megoldási szakaszba került el. A másik két idegi központ az agykéreg és az agyvelő a programjait sejt sorvasztással indítja, és a megoldásban jön a visszaépítés. Látjuk, hogy kívülről piros sejtek borítják ezt a három csíralemezből létrejött állapotot. A piros sejtek, amit ektodermának nevezünk, az agykéreg irányítja, és az agykéreg az elválasztási konfliktusokat, valamint a birtok konfliktusokat fogja irányítani sejtszinten. Az elválasztási konfliktusokra utal a piros baba, amit ott látunk a piros nyíl után. A birtok konfliktusokat viszont a keresztmetszeti képen látjuk, bejelölve néhány birtokzónát, kék és lila csillagokkal. Ezek az agykéreg szintjén készült CT képeknek a grafikus ábrázolása. Az agykéreg alatt találjuk az agyvelőt, vagy fehér állományt, és ez azokat a sejteket fogja irányítani, amelyek a csíralemezek képén a piros sejt sor alatt találhatók meg. Ez is a középső csíralemez, vagy mezodermához tartozik, de ezt új mezodermának nevezzük, és ezekből a kötőszövetek fognak kialakulni, amelyeknek a lényeges feladata a mozgással kapcsolatos
problémák megoldása. Ugye ezért találjuk a narancssárga nyíl után a csontvázzal ábrázolt babát, mert a mozdulathoz a legfontosabb a csont, ez adja az alapot. A csontokat az ízületek kötik össze, a mozdulatot az izmok fogják végrehajtani, az izmokat az erek fogják ellátni, osztógyűjtő és nyirokerek, és a kötőszövet, zsírszövet lesz az, ami fogja biztosítani a megfelelő energiaellátást a mozdulathoz. Szóval így lehet ezt memorizálni, természetesen más dolgok, feladatok is megoldódnak. Látni fogjuk a szívizomzatnak a relejét is egy következő fólián, aminek az a lényege, hogy a szívizomzatnak az irányítása is egyrészt az agyvelőből történik meg, másrészt természetesen a szív saját idegi központjából. A konfliktus típusok, amiket el tudunk indítani a félelem hatására, itt vannak összefoglalva. Itt látjuk Helmer doktor csodálatos tudományos táblázatát, és itt is ismétlődnek a sárga, narancs és piros színek, amik a csíralemezekre utalnak, mert alapvetően fontos, hogy a gondolkodásunkat, a logikánkat a három csíralemez szerint alakítsuk. Az agytörzs tehát a túlélésünket biztosító programokat irányítja, vagyis ő fogja számunkra a falatokat, a túlélő falatokat biztosítani, amit említettem, a táplálék, a víz, a levegő, a fény és a hangfalatokat. És a vízfalat annyit jelent, hogy a vizet visszatartjuk a szervezetünkben akkor, amikor elképesztő magányt, elhagyatottságot vagy egzisztenciális konfliktusokat élünk meg, de elegendő, ha a kórházba az az érzés kap el minket, hogy behoztak ide engem meghalni. Ez már elég ahhoz, hogy a víz begyűjtése a szervezetünkben extrém módon megtörténjen, és tele lesz a hasüreg, vagy a melüreg, vagy mind a kettő folyadékkal. A narancssárga oszlopnak a felső részén a kisagyi irányítású programokat, vagyis a vélt vagy valós támadásokkal foglalkozó programokat fogjuk megtalálni. Az elcsúfítottság vagy bemocskoltsági konfliktus is kisagyi irányítású programot indít el, és a túlzásba vitt aggódás-gondozási konfliktus is a kisagy irányítása alatt levő tejmirigyek felszaporodásához fog vezetni. Ne feledjük, hogy a tejmirigyek azok módosult verejtékmirigyek, a verejtékmirigyek viszont a fagyumirigyekkel együtt az irhához tartoznak, és így akkor megértjük az embriológiai eredetet, összefüggést azzal, hogy miért alakulnak ki ezek a konfliktusok az adott szerven, és hogy miért a kisagy az, amiért ezeket ő irányítja. Az agyvelő vagy fehérállomány szürke magvai az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusokat irányítja, az önleértékelés önpusztítást jelent szervi szinten is, nem csak érzelmileg, ez a narancssárga oszlop második részét tartalmazó programok, az agykéreg pedig a piros oszlopban az elválasztási és birtok konfliktusokat irányítja, illetve alól a működésváltozásokat is megnézhetjük. Ne feledjük el, hogy a narancssárga és piros oszlopoknál jön szóba a kezűség kérdése, ami csak annyit jelent, hogy minden partnerrel kapcsolatos konfliktusom a kezűség oldalán jelenik meg, tehát jobbkezesnek jobboldali tünetet, balkezesnek baloldali tünetet fog okozni, a támadás, gondozás, önleértékelés, elválasztás, birtok konfliktus. Viszont, ha a jobbkezes az anya-gyerek oldalon éli ezt meg, vagyis akit úgy szeret, mintha az édesanyja vagy a gyermeke lenne, mert csak ez számít, és nem a genetikai eredet. Szóval azok a konfliktusok viszont a túloldalon, baloldalon fognak megjelenni, a balkezeseknél pedig pont fordítva van, tehát náluk a baloldalon jelennek meg a partner oldali tünetek, és jobb oldalon az anya-gyerek és önmagával kapcsolatos konfliktusok. Nagyon lényeges kérdést írtam be alapajára, hogy akkor miért élünk meg konfliktusokat? Hogyan tudjuk őket feleslegessé tenni? Akit érdekel, ezen a címen webkonferencia előadást talál
a saját YouTube csatornánkon, és megnézheti. A krónikus betegségek oka természetesen a fel nem oldott konfliktus, amint arra már a bevezetőben is utaltam. Ha nem oldom fel a konfliktust, akkor függő konfliktus aktivitásról beszélünk, ezt látjuk a felső ábrán. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy érzelmileg nem volt feloldva a konfliktus, de újabb és újabb helyzetekben elindítottam, vagy mert sínre kerültem, vagy még mindig nem tanultam az első konfliktusokból, és mondjuk újra megélem az aggódást, és újra csinálok egy újabb meldaganatot. A függő gyógyulás viszont az a program, amivel teljesen tönkre tudjuk tenni szöveti szinten a szervezetünket, és ez lesz az, ami majd átmegy az autoimmunnak nevezett programoknak a csoportjába. Ott az erről szóló előadásban ezt külön kifejtem. A negyedik természettörvényt szinte egy időben fedezi fel Hammer doktor a harmadik természettörvénnyel, és ne feledjük el, hogy a harmadik és negyedik törvény felfedezése előtt Hammer doktornak a felesége is meghal a karjai között, miután 5 daganatos betegséget leküzdött, csak éppen ebben túlhajszolta magát, és a szívizom infarktus végzett vele. Tehát aktuális a téma, és mégsem hagyja abba a kutatást Hammer doktor, hanem folytatja a kutatást, annak ellenére is, hogy bevonják a működési engedélyét, nem dolgozhat, és minden eszközzel megpróbálják lehetetlenné tenni, mert olyan dolgot írt már le csak az első törvényben, a rákvas törvényében, amit azóta se tudnak megcáfolni, nem tudják bebizonyítani, hogy Hammer doktornak ne lenne igaza. A negyedik természettörvényben ismét látjuk a már ismert ábrát, a Hammer iránytűt, és alatta, hogy mi történik a sejtekkel a konfliktus aktív és megoldási szakaszban, de nagyon jó hír, hogy nem vagyunk egyedül a gyógyulásunkban. A megoldást követő fázisban láthatjuk, hogy a sejtek lebontásában segítenek nekünk a gombák, illetve a gomba baktériumok, TBC baktériumok, az ősagy által irányított programokban, viszont a nagyagy által irányított programokban, ugye ez az agyvelő és az agykéreg, a baktériumok és vírusok fognak segíteni a hiányzó sejtek visszaépítésében. Ezek a bennünk élő mikroorganizmusok, ezek tehát nem kór okozók, hanem a mi segítőink, és annál nagyobb számban lesznek jelen és kimutathatóak, minél hosszabb volt a konfliktus aktív fázisa valakinek. Vagy, ha elakad a gyógyulása, mint azt az előbb láttuk, akkor folyamatosan kimutatható lesz, mondjuk egy gombás fertőzés idézőjelben, vagy éppenséggel egy vírus fertőzés, egy humán papilloma vírus, ami nem azt jelenti, hogy a vírus okozta volna a mély nyakrákot, hanem azt jelenti, hogy éppen gyógyulna, ha a kedves hölgy a féltékenységről leszokna. A rajtunk kívül levő mikroorganizmusok, azok már igenis kór okozók, ismerünk őket rendesen, tanultunk róluk az egyetemen, és ezekkel természetesen a szervezetünk föl fogja venni azt a bizonyos harcot, mindent elkövet, hogy ezeket tönkretegye, szétverje, betokozza, elintéze, van nekünk védelmi rendszerünk, ezt a védelmi rendszert viszont a félelem lerombolja, ha meg belső harmónia van bennünk, a védelmi rendszerünk tökéletesen működik. Ezt különben angol színészekkel igazolták, a tragédiát játszottak a színészek, az immunrendszerük padlón volt, ha komédiát, akkor minden rendben volt. Nos, az 5. természettörvényhez is elérkeztünk, ami felteszi a koronát Hammer doktor természettörvényeire, hiszen kiderül, hogy minden, ami bennünk zajlik, az a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, vagyis nincsenek bennünk rossz indulatú, ismeretlen, gyógyíthatatlan betegségek. Én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus jó hír, csak éppenséggel el kellene fogadnunk azt, hogy hogyan működik a testünk, és meg kéne engednünk, hogy a gyógyulásunk megtörténjen.
Ha Miért akad el a gyógyulásunk című előadást megnézzük, akkor láthatjuk, 10 pontban összefoglaltam, hogy miként tudjuk gátolni a saját gyógyulásunkat. Mi betegségnek nevezünk idézőjelben, az az értelmes biológiai különprogramnak egy része, a megoldást követő fázisban fognak jelenni ezek a tünetek. De mondom, ha idejében leállítjuk a programot, ha nem indítunk el túl sok programot, ezeket a túlélő programokat a nappaliban meg lehet oldani, ezek maguktól megoldódnak. Viszont ha túl sok túlélő programot indítottunk el, kialakulhatnak olyan veszélyes állapotok, amikor tényleg szükség lesz orvosi beavatkozásra, vagy esetleg gyógyszerek alkalmazására. A biológiai törvényeknek az ismerete megadja mindenki számára a biológiai tudatosságot, de szenvedhetünk tovább tudományosan, ha nem zárjuk le békével a napjainkat. Hammer doktornak a téziseit számtalan fórumon igazolták, még közjegyző is igazolta aláírásával, de mégis a legfontosabb a Nagyszombati Egyetem igazolása, ami 1998-ban történt meg, érdekes mód, szeptember 11-én. Tehát itt egyetemi körülmények között folytak a vizsgálatok és az igazolás, ami ha csak 98-tól bevezették volna, tehát 22 éve ebben a szellemben gondolkodnának a medikusok, hát akkor teljesen más eredményre jutottunk volna a mai napon, mint ahol most tartunk. Hogy kinek az érdeke az emberek kezelését egy életen át folytatni, ez egy költői kérdés volt, amire remélem mindenki tudja a választ. Itt látjuk a szívnek a keresztmetszeti képét, a baloldali képen a szív izomzatot, a kamrák izomzata ugye az a vaskosabb, erősebb, hiszen az ő összehúzódásukkal fog a vér, az a maroknyi vér a rendszerbe bepréselődni, és a jobboldali képen látjuk a szív elektromos rendszerét és a koszorúér keringést. A szívizomzat egy speciális izomzat, erre külön ki fogok térni. Itt látjuk a szív elektromos rendszerét, a szinusz csomót, a pitvarkamrai csomót, a hisznyalábot és a megfelelő ágokat, amin az ingerület tovább megy, ez a tavara, szárak és a purkinyerostok. Erről még majd külön képet fogok bemutatni. És csak azért hoztam be ezt az egészet, hogy érzékeljük, hogy ez a három kép, ez, hogy úgy mondjam, három az egyben. Ez mind egybe van. Vagyis a szív ingerlő és ingervezető rendszere benne van az izomzatban, tehát hogyha az izomzatot sorvasztom, akkor ez is érintve lesz. Ugyanakkor a szívkoszorú erek is bent vannak, ezek látják el ugye az egész szívizomzatot, és ez a, viszont a birtok-vesztés konfliktusra fog programot indítani, illetve természetes szexuális konfliktus következtében a szívkoszorú erekből a vénás rendszer lesz érintve. De mondom, erről külön webkonferencián beszélek. Itt látjuk Hammer doktornak az ábrázolását a szívről a három csíralemeznek megfelelően, és láthatjuk a sárga és narancs szint dominálni ebben a rajzban. Amit sárgával láttunk, az a síma izomszövetre utal. Ugyanis a szívizomzatban megtalálunk síma izomrostokat és haráncsikolt izomrostokat is, csak hogy ezek pont fordítva működnek, mármint konfliktus aktív és megoldási szakaszban, és ennek nagy jelentősége van. A szív üregeket ezen a képen gyönyörűen láthatjuk, ugye fent a bal és a jobb pitvart, alatta pedig a szívkamrákat. Itt ezen a képen úgy tűnik, hogy mintha a jobb pitvar nagyobb lenne, mint a jobb szívkamra, ez természetesen nézőpont kérdése, mert hogyha ezt az egészet el tudnám fordítani, akkor kiderülne, hogy a pitvarok azok jóval kisebbek, mint a kamrák, és az onnan bepréselt vér gyakorlatilag még hozzáadódik a kamrákba, addig passzívan befolyt vérhez, és ez fog utána kidobódni
az érpályába, a jobb oldalról a tüdő irányába, a bal oldalról pedig a nagyvérkörbe, a szervek irányába. Aztán a tüdőből visszaérkező oxigéndus férbe kerül ugye a bal pitvarba, onnan a balkamrába, és ez az oxigénes vér fog tovább jutni a szervi szintre. Tehát itt a kisvérkör és a nagyvérkörnek a vázolása történt meg. Amit nekünk ebből tudnunk kell, az gyakorlatilag az, hogy a túlhajszoltság az szívizom sorvadást fog okozni. Ez egy nagyon lényeges kérdés. A szívizom sorvadással viszont sérülni fognak az ingervezető idegek, a ritmus és vezetési zavarokhoz vezet, és itt külön kiemeltem a pitvarfibrillációt, de a különböző szárblokkok és egyéb eltérések, amelyeknek EKG tünetei vannak, azok mind abból adódnak, hogy a szívizom sorvadás hatott ezekre a vezetékekre is, hogy így mondjam. Ebben az esetben, ugye, ha sorvad az izomzat, akkor kitágul az izomzat, és a billentyű, ami bele van ágyazva ebbe az izomtömegbe, elégtelen módon fog záródni, és így fog létrejönni az aorta és mitrális inszuficiencia, vagy a billentyű elégtelen záródása, ami viszont ugye már visszafolyást fog okozni a szívciklus során is további bonyodalmakat, ami elvezet a szívelégtelenséghez. Az izmos falnak a megvastagodása viszont függő gyógyulásban alakul ki, ezt a második Hammeri iránytűsképen látjuk. A billentyű szűkületet fog okozni, mert ugye mindig a program végére vastagabb lesz a szívizomzat, mint volt, és az egyre vaskosabb szívizomzat beszűkíti az aorta és mitrális billentyűnek a szájadékát, illetve így fog kialakulni a mitrális prolapszus szindróma is. Tehát a függő gyógyulással el tudjuk érni azt, hogy a billentyűink ne zárjanak jól, a policiklikus lefolyással viszont azt, hogy túlszorosak legyenek, és ne nyíljanak ki megfelelően. Ha viszont kitartóan hajszoljuk túl magunkat, akkor mondjam úgy, hogy szünet nélkül, akkor olyan mértékben lebontjuk a szívizomzatot, hogy a dilatatív kardiomiopátia, DCM fog létrejönni, vagyis a szívüregek teljes kitágulása, amit aztán majd egy másik ember szívével fog pótolni a mai medicina. Itt megemlíteném, hogy nem véletlenül változtatták meg a halál diagnózisának a körülményeit, mert eddig az volt, hogy amíg valakinek dobog a szíve, addig él, de miután bevezették az agyhalál fogalmát, innentől már egy dobogó szívet ki lehet venni egy mellkasból. A következményeket, illetve az egyéb ehhez fűződő információkat itt most nem szeretném taglalni, csak felhívom a figyelmet arra, hogy milyen változások mentek itt végbe. Lényeges dolog tehát tudnunk azt, hogy hol is vannak ezek a kábelek és ingerkeltő csomók, és most újra egy másik rajzon mutatom be, hogy a kék nyíl a szív szinusz csomójára mutat, ugye innen indulnak ki az ingerületek. A vázizomzatnak a rostjai a mozgatóidegek felől érkező utasítás hatására fognak összehúzódni, a szívizomzatnak viszont van saját ingerképző és ingervezető rendszere, és ez a színus csomó, amiről beszéltem, ugye amire a kék nyíl mutat, adja ki azokat az utasításokat, amelyek az összehúzódáshoz szükségesek. Itt olyan speciális szívizomsejtek vannak, amelyek időről időre akciós potenciált hoznak létre, ezt angolul pacemaker aktivitásnak nevezik, és így biztosítja a szívizom ritmusos összehúzódását, vagyis a szívdobogását. A szinusz csomótól az akciós potenciál a pitvarokra terjed át, ahol a pitvar izomsejtjeinek összehúzódását fogja okozni. A pitvarizomzat után ez az akciós potenciál a szív második ingerület képző területére,
a pitvar-kamrai csomóra terjed át, azt hozza ingerületi állapotba, erre mutat rá a piros nyíl. Itt az ingerület néhány ezred másodpercet késik, gondolatnyi késés teszi lehetővé, hogy az összehúzódó pitvarok a még ellazult állapotban levő kamrákba bepumpálják azt a vért, ami még a pitvarokban van. Az ingerület a pitvar-kamrai csomótól a hiszkötegen keresztül halad tovább, erre mutat a zöld nyíl, majd a tavaraszárakon és a purkinyer rostokon keresztül jut el a kamrák izomzatáig, ahol a kamrafal izomsejtjének összehúzódását fogja létrehozni, erre mutatnak a barna nyilak. A túlhajszoltság tehát megváltoztatja a szívizomzatnak a szerkezetét, de semmilyen összefüggésben nincs ez a korral, és itt most idézem az akadémikus gondolkodást, vagy a genetikával. Ugye tudjuk jól, hogy a viselkedési mintákat másoljuk, és nem a betegségeket örököljük. Akit érdekel a téma, az öröklés témája, az nézze meg az ébresztő gondolatok menüpontban a hit biológiája, vagy Bruce Liptonnak a másik előadását a DNS-ről és az öröklődésről. Szóval a kornak semmi köze nincs ahhoz, hogy megváltozzon a szívizomzatnak a szerkezete. Ez a szív 140 évet képes lenne működni, ha nem tennénk tönkre. A pajzsmirigy működésnek sincs köze a szív működéshez, viszont hormonálisan segít a gyorsaság hajszolásában, mert valójában a pajzsmirigy a falat konfliktus megoldásában segít nekünk. A túlsúly vagy a cukorbetegség, kérem szépen, nézzük meg az elhízásról szóló, vagy a diabetesről szóló előadást. Itt önleértékelésről és ellenszegülésről van szó, semmi köze nincs a szívizomzat szerkezetéhez, de természetesen valaki az ellenszegülésben túlhajszolhatja magát. Az alvási apnoé szindróma, ez tulajdonképpen a rekesznek a válasza a túlhajszoltságra, mert ugye ahhoz, hogy célba érjek, ahhoz, hogy megoldjam mindazt, amit én mások elképzelései szerint meg szeretnék tenni, ahhoz nem csak a szívre, nem csak keringésre, hanem légzésre is szükség van, és ugye ez a két szervünk, a légzés és a keringés, ez a két működés össze van hangolva, és innen adódik, hogy a rekesz is válaszolni fog, ebből lesz az alvási apnoé szindróma, de a sérvekről szóló webkonferenciában a rekesznek ezt a történetét is részletesebben elmondom. Hát, hogy vírusos megbetegedéssel kérem, semmi, de semmi kapcsolata nincsen, hiszen a vírusok azok az ektodermális programoknál segítenek visszaépíteni, itt viszont az imént láttuk, hogy a narancssárga szín dominál a szövetekben, ektodermális csupán a koszorú ereknek a bélése. A szívburok gyulladás viszont támadási konfliktus következménye, és nem más, amikor valaki mindent a szívére vesz, és támadásként éli meg, szíven ütötte az, hogy már megint azt mondták, hogy, és ez szívburok megvastagodást fog okozni. Aztán itt van a reumás szívizom gyulladás, ami semmi más, csak a túlhajszoltság megoldást követő fázisának a tünete. Semmi köze nincs a mandula gyulladáshoz, felejtsük el, mert azért úgy tanították, hogy a mandula gyulladásból reumás szívizom gyulladás is lehet, mindig feltételes módról beszélnek. Itt viszont minden nagyon konkrét, és nincs szükség feltételes módra, vagyis egy reumás szívizom gyulladás az éppen a gyógyulási szakasza, a megoldást követő fázisa a túlhajszoltságnak. És hát a koszorú ereknek az érintettsége pedig a birtokvesztés és szexuális konfliktusok következtében fog megtörténni, amiről külön a birtokkonfliktusokról szóló előadásban beszélek. Hammer doktor a tudományos táblázatban külön felhívja a figyelmet arra, hogy a pitvarfibrillációra, a szinusz tahikardiára, a kamrai lebegésre a sima izomzat ad okot. Ezt persze akkor értjük meg, ha a sima izomzatot megnézzük, hogy hogy működik a beleg szintjén, ugye ott is sima izomzat van, és ott is a konfliktus aktív szakaszban ugye felszaporodik a
bél sima izomzata, és fokozott perisztaltikával reagál a beleg szintjén, mert konfliktus aktív szakaszban is. Na most itt, a szívizomzatnál, a konfliktus aktív fázisban a szívizomzat szaporodik, míg a haráncsikolt izomzat közben sorvad. Ugye a kérdés csak az, hogy mennyi ideig érezzük azt, hogy képtelenek vagyunk eleget tenni az elvárásoknak. És egyáltalán. Kik támasztják ezeket az elvárásokat, és amikor rádöbbenünk arra, hogy a biológiai túlélésünkhöz csupán víz, levegő és némi táplálék szükséges, hajlandó vagyunk-e abba hagyni az elvárások teljesítését? Természetesen, míg az életünk csupán a túlélésről szól, addig lesznek ilyen programjaink, és megtapasztalhatjuk a testünk vergődését a túlélés érdekében. Itt fog megjelenni a légszomj, a gyengeség, a hirtelen nagy fáradtság, a hidegverejtékezés, az erős szívdobogás. Természetesen a diagnózis sok is hat a szívizomzatra, és ha azt közlik velünk, hogy önnek el van záródva a koszorú ere, ez beindít egy olyan félelmet, ami biológiai választ fog adni. Ha az elvárásokról egy kicsit elgondolkodunk, akkor ezt az egyik legnehezebb bevallani, hogy mennyi elvárással rendelkezünk. Szeretnék magunkról azt gondolni, hogy bennünk nincs rasszizmus, ítélkezés, de minden elvárás, minden elképzelés valamire igen, és valami másra pedig nem. Igen. Vagyis nem tudnánk elfogadni azt a lényt, akik lehetnénk akkor, ha az elvárást nem teljesítenénk. Kicsit messziről közelítettem meg a témát, de akkor, amikor az elvárásokkal elkezdünk foglalkozni, akkor rájöhetünk arra, hogy azért vannak mondjuk önmagunkkal szemben elvárásaink, mert van bennünk egy bizonyos standard, egy mérce, egy limit, egy határ, amiben belül jónak, szerethetőnek, elfogadhatónak, emberinek érezzük magunkat, de az, ami ezen túl van, ami ezen a körön kívül esik, azt már ítélkezéssel, elítéléssel, és ha nagyon durva szót akarok használni, azt már rasszizmussal fogadjuk. Azért, mert fehéren és feketén gondolkodunk. Csak akkor vagyok jó, ha olyan, amolyan vagyok, nem. Vajon kik állították fel ezt az ISO 22000-es standardot a fejünkben? Minőségbiztosítási rendszerekben gondolkodunk. Miért gondoljuk azt, hogy csak akkor érhetjük el azt az eredményt, ha? Csak akkor vagyok szerethető, ha? És van egy képünk, amit később az identitásunk részévé alakítunk, hogy én olyan vagyok, aki mindig jól tanul, aki mindig tiszta cipővel ment iskolába, aki minden leckére felkészült, minden órából felkészült, aki mindig tudta a választ, aki mindig megoldott mindenki meg. Minden problémáját, és akkor, amikor egy esetleges olyan helyzet jön, amiben ez megkérdőjeleződik, az én jóságom, az én elégségességem a témában, akkor ezt később sikertelenségnek, kudarcnak fogjuk fel. De mi is a kudarc? Az, aki például megéli azt a kudarcot, vagy sikertelenséget, azt már nem tudjuk szeretni, az már számunkra nem kívánatos. De vajon teljes mértékben rálátunk önmagunkra, vagy egy torztükrön keresztül tekintünk a személyiségünkre? Kinek milyen elvárása van önmagával szemben? Persze rengeteg gondolkodási torzítás is van, ha akkor folyamatban ezeket a csúnya szót fogok használni, elnézést, kognitív torzításokat, jó lenne beazonosítani, tetten érni a gondolkodásunkban, észrevenni, hogy hol vannak azok a pontok, amik az elvárásokhoz kötődnek, melyek azok, amelyek később elégedetlenségbe sodornak bennünket, és mindez hogyan hat az egész személyiségünkre és az önértékelésünkre. Csodálatos témák ezek, és nagyon fontos lenne a fekete-fehér gondolkodást elengedni. Mert csak akkor vagyok jó, csak akkor vagyok, ha ezt és azt megteszem, másképp nem. Nagyon gyakran címkézünk. Például, ha nem sikerül egy nyelvvizsga, vagy bármilyen vizsga, akkor azt mondom, béna voltam, hülye voltam, bunkó voltam, nem tudtam, nem feleltem meg, nem vagyok elég jó, és
ez egy újabb kihívást ad az önértékelésünknek, az önértékelésünk megtartásának, ami miatt még inkább túlhasszoljuk magunkat. Nagyon jobb, mint azt. És pont itt van a kulcs ahhoz, hogy vegyük ki ezt a fekete-fehér sablont a gondolkodásunkból. Egy másik jellegzetes hiba szintén ide tartozik, például a túláltalánosítás. Mondjuk tegnap türelmetlen voltam a párommal, és akkor ma már úgy ébredek, hogy hát én egy rossz feleség vagyok, nem érek semmit. És nagyon gyakran elfelejtjük a pozitívumokat is. Ezeket figyelmen kívül hagyjuk. Egy egész eseményből csak valami kis negatív morzsát, részletet emelünk ki, a többit, ami esetleg valami más felé vinne, azt eltörpítjük, azt mellőzzük, szinte önmagunk érvénytelenítjük, hatástalanítjuk ennek a dolognak az örömét. Gondolok itt azokra a helyzetekre, amikor valami nagy-nagy feladatot elvégzünk, gondolok én itt a szakvizsgák leadásánál, ott is mindig még egy nap hiányzik a teljes felkészüléshez, vagy igen, legalább még egy hét, de a zömében, igen, hogy még egy kicsit még kellett egy volna csak, igen, vele foglalkozni. Igen. Minden elkészül, nagyon szép, de ott az utolsó grafikonnál, ott, hogyha nem sárgát használok, hanem pirosat, akkor az mennyivel szebben mutatna, és itt vannak azok a történések, amelyek a saját elvárásaink, hiszen ezt rajtunk kívül senki nem tudja, és nagyon fontos lenne ezeket a téves önmagunkról kialakított elképzeléseinket átírni. Nagyon-nagyon köszönöm, Réka, az összefoglalást, mert az elvárások, ezek olyan sunyi dolgok, hogy észre se vesszük, hogy már megint valami régen betanult elvárás, vagy minta szerint gondolkodom és cselekszem. És ez itt a dolgoknak a háttere, gyökere, okafoka, hogy ezt vegyük észre, hogy kinek az elvárása, önmagammal szemben létrehozott elvárás, egy standard, vagy valaki más várja el, vagy úgy illik, vagy a mi családunkban így szokás, vagy stb. Igen. Ezek hadd nagyon lényeges dolgok. Egy gondolatot, Karesz, én úgy érzem, hogy igazából nem mások elvárásairól beszélünk. Hát legtöbbször igen. És akkor is, hogyha egy olyan helyzetben vagyok, amikor mások elvárnak tőlem egy bizonyos viselkedést, egy bizonyos cselekedetsor elvégzését, hogyha én tudom, hogy ki vagyok, Hát igen, és szabad, szuverén lényként gondolok magamra, akkor eldönthetem, hogy ezt a feladatot, eseményt megcselekszem-e, igen, jókedvből, önmagam iránt érzett szeretetből, vagy sem. Ha nem, akkor nem teljesítem az elvárását. Én úgy érzem, hogy ezek a mások, a hárítás, ez egy picit, mintha olybár tűnne, mintha nem vállalnánk felelősséget igazán, mintha csak így fél lábbal állnánk a dobogón, de nagyon nem jó, mernénk teljes mértékben felállni. Nagyon jó, Réka, nagyon köszönöm. Tudom, hogy mindenki azt mondja, hogy nagyok a főnökei elvárása, nagy az elvárás a munkahelyén, a párkapcsolatában, az itt-ott, amott. Én is éreztem ilyet. Természetesen én is mondtam azt, hogy másoknak vannak nagy elvárásai velem szemben, de igazából nem tudtam volna azt elképzelni, hogy ne feleljek meg. Igen. Igazából nem mások miatt csináltam valamit, hanem a saját elképzelésem volt az, hogy ne okozzak csalódást. Így van. És nagyon a félelem, jó, hogyha csalódást okozok, akkor kevésbé fognak értékelni és szeretni, így van, és el fogom őket veszíteni, legyen ez a munkám, a partnerem, a barátom, igen, a barátnőim, bárki, vagy igen, egy gyerek szeretete, mert azért a gyerekeink szeretetéért is mennyire megfelelünk, tudunk, és mennyi mindent megteszünk emiatt, mert nem tudnám úgy elfogadni magam, hogy a gyerekem engem nem úgy szeret, ahogyan én akarom, hogy szeressen. Ajajajajaj, nagyon igazából jó. A saját elvárásaimmal foglalkozom folyamatosan, csak picit becsomagolom egy tetszetős taniolpapírba, és úgy tálalom, mintha ezek mások elvárásai lennének, és azzal az önámítással élek, hogy nincs más választásom. Jelzem, ez önámítás, mindig van választás. Nagyon köszönöm, Réka. Én úgy gondolom, hogy teljesen rámutattál minden
bugyrára ennek a nagyszerű érzésnek, hogy megfelelési kényszer, ez egy nagyon, nagyon ismerős dolog, és természetesen akik segítő szakmában dolgoznak, ezt teljesen természetesen élik meg, hát nekem ez a feladatom, de erről még szó lesz. Nézzük, hogy hogyan reagál a biológia. Ugye itt van, amit említettem, hogy a konfliktus aktív fázisban meg beindul a lokálisan, helyileg a pitfarnak a perisztaltikája, megerősödik a sima izomzat, és beindul a szinusz tahikardia. Ennyire egyszer. Azért szinusz, mert a szinusz csomóból indulnak ki az impulzusok. A haráncsikolt izomzat tehát közben sorvad. És mit fogunk ebből mi érezni? Ahogy nincs elég levegőm, hogy olyan gyenge vagyok, hogy hirtelen olyan fáradtság tört rám, hogy majd összeesek, hogy kivert a víz, hogy erősen dobog a szívem. Igen, ezekre oda kellene figyelni. Aztán a megoldást követő fázisban, ugye, ha nem alakult ki még a konfliktus aktív fázisban a pitfall fibrilláció, akkor itt a megoldást követő fázisban minden esélyünk megvan rá, hogy ez létrejöjjön, főleg, ha hosszan tart, mert elakasztottuk a gyógyulásunkat. Mert még mindig úgy viselkedünk, ahogyan azt megszoktuk, ahogyan azt elvárják tőlünk, ugye? Most viszont a haráncsikolt izomzat visszaépül, megjelenik az ödéma, ugye, tudjuk jól a Hammer iránytűből, hogy megjelenik az ödéma, és a baktériumok is, hogy segítsenek a visszaépítésben. Na most ezt a szívizom gyulladásnak, miokarditisznek fogják nevezni, és meglátjuk később, mit kezd ezzel az akadémikus medicina. Minden esetre nagy dobbanások, furcsa bugyborékolás, pezsgés érzése jelenik meg a szívtájékán, ami a szívizom nekrózis visszaépítésének a következménye. Aztán jön a legveszélyesebb szakasz, az epileptoid krízis. Itt újra megjelenik a szívizom programban a szinusz tahikardia, tehát zakatolni fog a szívünk, gyorsan ver, vagy kialakul a pitvar fibrilláció, de kialakulhat a kamrai fibrilláció is, ami viszont végzetes, amikor 300-at üt a szívünk percenként, vagyis ennyi a kamrai frekvencia, akkor gyakorlatilag a kamra vérellátása nem lesz kielégítő, és ez az utolsó, hát hogy mondjam, pillanat lesz az életünkből. Erre is mutatni fogok EKG ábrát természetesen. Mindezért, a történésért a kamrában levő sima izomzata felelős, amit viszont 10%-ot tesz ki, és ezért ritkább a kamrai remegés, mint a pitvari. A sima és haráncsikolt izomzat működése tehát egymást kiegészíti. Miért? Hogy a túlhajszoltság miatt ne lépjen fel szívizomzat elszakadása, és a program végére a szívizomzat erősebb legyen, mint volt. De nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, hogyha dupla programot indítunk, vagyis hogyha a megfelelési kényszert megéljük mind anya-gyerek, mind partner oldalon. Itt látjuk az ábrán, hogy a becsapódás ebben az esetben a Hammeri Goltz mindkét szívizom relében jelen lesz, és ugye az a mi megélésünk, hogy túl sokat követel tőlem az anyám, vagy a gyerekem, vagy mind a kettő, és plusz még sokat követelnek tőlem a munkahelyen, vagy éppen a párkapcsolatban, vagy a baráti körben, vagy a sportban, vagy teljesen mindegy. Hát a megfelelési kényszernek van egy nagyon-nagyon-nagyon pusztító hatása, és azt hiszem, hogy ez a környezetünkben, a világunkban, saját magunkban egyaránt megtaláljuk a megfelelési vágyat, mindahhoz, hogy már pedig szeretnénk ezt teljesíteni. A civilizált életünk, illetve a társadalom jelenlegi állása különösen erre az irányba terel bennünket. Gondoljunk csak azokra a helyzetekre, amiket a hétköznapi életben megélünk. Biztos találkoztunk már olyan emberrel, aki mindent pontosan tud, hogy mi miért van, és milyen összefüggések, és annak az ellentéte is. A társadalmi együttélés is nagyon sok ilyen viselkedés formát
hoz, gondolok itt azokra az esetekre, amikor több generáció él együtt, mondjuk kényszerből, mert nem nincsenek meg a lakhatási körülményeik teljes mértékben biztosítva. Ilyenkor megpróbálunk egy olyan viselkedés formát felvenni, ami a legbékésebb. Igen. És elkezdjük az elvárásokat teljesíteni, hiszen hát itt lakhatok anyuéknál, a gyerekkel, egész éjszaka üvölt, mégse kérnek albér. Igaz, hogy mindenbe beleszólnak, igaz, hogy a házas életünk már kezd tönkre menni, mert vannak olyan szituációk, amikor ezek a tények valahogy konfrontálódnak, és akkor valaki azt élheti meg, mondjuk egy fiatal anyuka, hogy igazából ő két tűz között van, ott van a partnere, a férje, aki mindig mondja, hogy mondd meg anyádnak, hogy ne szóljon bele, és ott van az anyja, aki azt mondja, hát a te férjed, édes kislányom, az minden, csak nem férnek való. És még van egy gyerek is esetleg. És még van egy gyerek is, és az egész történet egy akkora hadszíntéré alakul, hogy a hidegháború ehhez képest könnyen gyerekjáték. Nagyon sok ilyen esetről hallok, és nagyon sokszor azt látom, hogy nem mindenki veszi ezt észre, vagy nagyon sokszor úgy próbálunk egymásról szeretetteljesen gondoskodni, hogy elfelejtjük azt, hogy esetleg neki ez megfelelő helyzete. Nagyon sok esetben hétköznapi helyzetek hozzák ezeket a megfelelési kényszereket, a kire hallgassak. Gondolok itt most egy ugyanerre az anyára, ha mondjuk 20 éves a fia, és a fia és a férje, a gyerek apukája elkezdenek kakaskodni, mert hát ugye van az az időszak, amikor a kamaszfiú próbálja átvenni az apa családfenntartó alfa férfi szerepét, és ugye azért mennek a viaskodások, az erőpróbálgatások, ki az okosabb, határok, ki tudja jobban, eltolása történet, és itt megint az van, hogy rossz anyának érzi magát akkor, ha a férjét támogatja, és rossz feleségnek akkor, ha a fia mellé áll. Tehát igazából itt, ha még egy vita kedvéért, egy kellemetlen helyzetben még mind a kettő el is mondja, akkor ez egy önleértékelési helyzetet hoz, de ez mind lelkiismeret fordulás, hogy nem voltam jó anya, és nem voltam jó feleség, ez a vállakat fogja érinteni. De ugyanez az anya, hogyha ezzel a lelkiismeret fordulással elindul, próbál a legtökéletesebb lenni, és mindenkinek mindent teljesíteni. Csak 200%-ban. 200%-ban, hogy ne ő legyen a villámhárító, vagy hogy vegyék már észre, hogy igazából ő szereti mind a két férfit, a gyerekét is, és a férjét is, ilyenkor beáll egy ilyen békítő szerepbe, és itt van az az állapot, amikor 200%-ban teljesít, és túlhajszolja magát, mert mindenkinek megfőzi a kedvencét, hogy ne legyen az, hogy kinek kedvez, vagy kinek jár jobban a kedvébe. Mindenkivel próbál időt tölteni, az a békítő bizottság egy személyben, aki mindenkinek a problémáit meghallgatja, viszi, és természetesen ez azért jó mennyis akar lenni, és az édesanyját és az anyósát is látogatja rendszeresen. Ugye van egy ilyen sztereotíp szerep, amely a család összefogását a nőkre hárítja, és az a jó feleség, az a jó anya gondolkodásmenet, aki az egész családról gondoskodik, és összefog mindenkinek a problémájának a megoldásában, az pont ide vezet. De ugyanez van a férfiak sztereotíp szerepeiben is. Mert én akkor vagyok jó férj, hogyha a gyerekeim bármire kinyitják a szájukat, azonnal ki tudom fizetni. Ha borokban tudom felnevelni őket, mert ez a vadvilág, jaj, ez a nagy kapitalizmus milyen kihívásoknak állít bennünket, és hát ha a szomszéd gyereknek van, akkor nehogy már az én gyerekemnek ne legyen. Ugye ismerjük ezeket a megjegyzéseket, és ilyenkor van az, amikor teljes mértékben elfelejtkezzünk arról, hogy az életet élni, és nem végig robotolni kellene. És nagyon izgalmas az, ahogyan a család fenntartó szerep még nagyon komolyan rá van sütve a férfiakra, és én azt hiszem, hogy nagyon sokszor túlságosan sokat
várnak el önmaguktól, és ez ilyen követelmény szinten fennmaradt a tudatunkban, vagy a közös emberképünkben, hogy milyen a jó férj és milyen a jó apa. Ezeken kellene nagyon-nagyon hamar oldani, hiszen én azt hiszem, hogy itt nem az anyagiakról, nem a megfelelésről lenne leginkább szó, hanem arról az érzelmi támaszról, amelyet egy szülő ebben az esetben kellene képezzen. Szeretnék két hasznos tanácsot adni, hogy hogyan ne hajszoljuk túl magunkat szívügyileg, mert igazából nekem ez lenne a legfontosabb, hogy olyan információkkal, olyan tanácsokkal ellátni a hallgatókat, amelyek segítenek ezeknek a helyzeteknek a megoldására, és igazából nem is kettő tanácsot, hanem ötöt szeretnék egyből adni, tessenek figyelni. Elsősorban azokat a szavakat kellene megfigyelnünk, amelyeket nagyon gyakran használunk. A kell, a muszáj, a nem lehet, nem szabad, nem illik, nem tehetem, mert itt vannak azok a régen elásott csatabárgyaink, amelyeket nagyon gyakran kiásunk. Mi az, hogy kell, nem szabad, muszáj? Miért van ez, hogy így ismételjük ezt magunknak? Itt kezdünk el lavírozni, és itt kezdünk el a pihenő időből lopni, csenni. Ez az a pillanat, amikor, ha nagyon sokat ismétlem, hogy ezt muszáj megcsinálni, ezt meg kell tennem, ezt nem... A beledöglök is. Igen. Itt kezdünk el lavírozni, és itt áldozzuk be először a szervezetünk egészségét. A másik, a mások elvárásaira való hivatkozás. Igazából nem a mások elvárásait akarom teljesíteni, hanem az önmagam elvárását, hogy megfelelő legyek neki. Igen. És itt most elhallgattam egy picit, tessenek gondolkodni, mert igazából a önmagamat hajtom túl. Aztán a harmadik jó tanács, ami lehetne, hogy próbáljuk meg megkeresni az igazi önmagunkat, hogy tényleg önmagunk lehessünk, hogy felismerjük a saját értékeinket. Mert abban a pillanatban, hogyha ismerem az értékeimet, tudom, hogy igen, volt ennél jobb teljesítményem is, de hát ez is végül is valahogy sikerült, akkor fontos lenne, hogy azzal foglalkozzunk, hogy mit tettünk meg eddig, és ne csak azt, hogy mi nem sikerült. Hát igen. Mert ha nem nem a kudarcokra és a sikerekre hegyezem ki a figyelmem, hanem arra, hogy mindeközben hogyan éreztem magam, hogy mindeközben milyen emberekkel találkoztam, mennyi minden mást ismertem meg, ugye a kirándulás lényegesen az, hogy kimegyünk az erdőbe, oké, ez az erdő, megfordultunk, sarkon fordulunk, hazamegyünk, nem így megyünk kirándulni, hanem élvezzük, ahogy felkészülünk, ahogy elindulunk, ahogy még a félúton azon jár a fejünk, hogy mit hagytunk otthon, milyen lesz az idő, hogy kimegyünk a friss levegőre, hogy elkezdjük nézni a természetet, hogy élvezzük a hangokat, az illatokat. A kintlét öröméért megyünk kirándulni. Jó lenne, hogyha ezt a munka öröméért is tudnánk valamit megtenni, illetve a pihenés öröméért. Na, ez a pihenés nem egyenlő a lustasággal címszót kellene átírni. És ez lenne az ötödik jó tanács, hogy lustaság nem egyenlő a pihenéssel, vagy a pihenés nem egyenlő a lustasággal. És az ötödik jó tanács, ezt majdnem elfelejtettem elmondani, az érzelmi manipulációra való figyelem. Nagyon gyakran játszmákat, manipulációkat vetnek be, akár cégekben, akár kapcsolatokban, hogy még többet húzzak elő a másikból, hogy hát még igen. jobban teljesítsen. Ez a, ugye nem haragszol, hogyha ezt még meg, neked kellene egyedül megcsinálnod. Ugye nem baj? Nem, pont erre vágytam. Itt vannak azok a mondatok, itt vannak ezek a helyzetek, amikre szeretném, ha odafigyelnénk. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak az ismereteket szerezzük be, hanem próbáljunk
a gondolkodásunkon, a viselkedésünkön, az életvitelünkön változtatni. Töröljük ki a muszáj kell, nem szabad, nem illik szavakat. Gondoljuk át a megfelelést, hogy ezt miért akarom, milyen célom van ezzel, mit nyerek vele. Engedjük meg magunknak, hogy önmagunkra lejjünk, értékeljük azt, amik vagyunk. Utasítsuk vissza az érzelmi manipulációt, ne másszunk bele, és vegyük észre az értékeinket. Ez nagyon-nagyon köszönöm, hogy ilyen szépen összefoglaltad, és vegyük észre, hogy a dupla megfelelési kényszer az mennyire gyakran felismerhető a családban vagy a baráti körben. Ezek lesznek azok az emberek, akik soha nem tudnak semmilyen felkérésre se nemet mondani. Nem tudnak, nem akarnak, vagy inkább nem mernek. De amikor már mindkét oldalon érintett a hámeri góc, akkor viszont ez biológiailag is így fog megtörténni. A lényeges kérdés az, hogy a további szívritmus zavarokat is összefoglaljuk. A konfliktus aktív fázisban ugye a szívműködés fokozódik minden esetben, emelkedik a pulzus és a vérnyomás, mert ez biztosítja a megfelelő oxigén és anyagellátást a szövetek részére egy riadó helyzetben, amit alarmreakciónak is nevezünk. Ez ugye teljesen világos a konfliktus aktív szakasz bemutatása után. A szívre ható biológiai programok előadásban kitértem külön a szívkoszorú erekre és külön a szívizomzatra vonatkozó értelmes biológiai külön programokra, majd ott egy táblázatban is összefoglaltam a lényeget. Itt csak ismétlésként említem meg, hogy a szívkoszorú ér vénák epileptoid krízisében szapora szívverés lesz, vérnyomás emelkedés, fulladás érzése, mellkasi szorító fájdalom, és ugye ez a tüdőembólia. A koszorúér artériák epileptoid krízisében csökken a pulzus, mert az atrioventrikulális csomó veszi át az irányítást, ugye ezt AV blokknak nevezik a medicinában, csökken a vérnyomás is, és eljuthatunk a szívleállásig. Nem kötelező, de ha több mint 9 hónap a konfliktus tömeg, akkor kérem szépen a szív leáll, és ezt nem fogjuk tudni újraindítani. Ugye birtokzónás konfliktusoknál ezt külön kiemelem. A kamrai szívizom nekrózis vagy elhalás konfliktus aktív szakaszban a nagy dobbanásokkal figyelmeztet minket, a kamrai szívizom viszont a megoldást követő szakaszban olyan érzést fog kelteni, hogy furcsa bugyborékolást, pezsgés érzését fogjuk érezni a szívtájékán. Természetesen a megoldás követő fázisban már jön a nagyfokú fáradékonyság is. A kamrai szívizom epileptoid krízisében ma nyakunkban is érezzük a szapora szívverést. A szívizomzat EBK-nál mindig tekintetbe kell venni az ektodermális funkciómódosulást, ugyanis a konfliktus egyszerre érinti a mezodermális szívizomközpontot és az ektodermális motorikus központot. Tehát a haráncsi koltizomzat beidegzése, mozgatása össze van kötve a mezodermális izmok táplálásával, vagyis itt két hámeri góc érintett. A szívizom infarktusnak az elkerülése tehát egy nagyon fontos kérdés lenne, pontosan azért, hogy a szívizomzatunk ne menjen tönkre. De ha eljutottunk ide, és túléltük a szívizom infarktust, onnantól kezdve megnyugodhatunk, mert a szívizomzat erősebb lesz, mint volt. A világirodalom, a film és a zenevilág állandóan visszatérő témája a megtört szív fájdalma. Bármennyire is furcsán hangzik, de létezik ilyen betegség. A megtört szív szindróma nem más, mint a szív ideiglenes betegsége olyan stressz helyzet hatására, mint például valamely szeretünk elvesztése. Sokan, akik ebben a betegségben szenvednek, hirtelen mellkasi fájdalmakra panaszkodnak, és azt hiszik, hogy szívinfarktusuk van. Ezeket a tüneteket az intenzív stressz helyzet fogja létrehozni. A
megtört szívszindróma során a szív egy része átmenetileg megnagyobbodik, ezt az állapotot az orvostudomány kardiomiopátia néven ismeri, mely tulajdonképpen nem más, mint egyfajta szívizom bántalom. Itt a stressz kardiomiopátiának egy bemutatását láthatjuk a 2016. októberében lementett orvostovábbképző szemle online lapjáról. A jelenséget először 1911-ben japán orvosok írták le Takotsubo kardiomiopátia néven. Ez a Takotsubo nem más, mint egy edény, amelyet a japán halászok a polip elfogására használnak. A betegség ezt a nevet azért kapta, mert a röntgenes vizsgálat során azt tapasztalták, hogy a megtört szívű betegek szívének egy része erre a lyukacsos edényre hasonlít. A betegség gyógyítható, általában egy hét elég a felépüléshez. Az ödémát, ami a megoldást követő szakaszban létrejön, azt az MRI kép fogja igazolni. A korképet jellemzi ugye a falmozgászavar, a csúcsi tágulat, és ennek látjuk a képét itten befotózva. A kék, illetve a piros nyilak mutatnak ezekre az elváltozásokra. A hirtelen fellépő mellkasi fájdalom lesz tehát jellemző, nehéz légzéssel, és az EKG-n látható ST eltérések emelkedett kardiális nekrózis enzimekkel. Hoppá! Na most önleértékelés, önpusztítás, ezt ne felejtsük el, de hogy mi is ez az STT eltérés, hát azért tetszik, nem tetszik, egy kicsit bele kéne lépjünk az EKG-nak a felismerésébe, de tényleg csak alapszinten. A dobogó szívben akciós potenciálok, elektromos impulzusok képződnek és terjednek. Most ezek az elektromos jelek a szívből kiindulva a test különböző részei felé terjednek, és a test felszínen elhelyezett elektródákkal meg is mérhetők. Természetesen a görbék azt szerint változnak, hogy a test melyik részén figyelem meg ugyanazt a szívet, mint hogyha egy autót körbejárok, és ahány szögből megnézem, annyi féleképpen fogom látni az autót, de ugyanazt az autót látom. Na, így kell majd értékelni a 12 elvezetéses EKG-t is. Itt most csak egy egyszerű, egyetlen görbét mutatok, aminek a lényege, hogy megértsük az elektromos jeleket, amiket ugye a testfelszínen tudunk rögzíteni, de a szívről szól. Ezeket a testfelszínen mért változásokat, ezeket a jellegzetes lefutású hullám mintázatokat nevezzük elektrokardiogramnak vagy EKG-nak. Az EKG egyes szakaszai a szív különböző területeinek elektromos aktivitásáról nyújtanak információt. Így a P hullám a pitvarokon végigfutó ingerület eredménye. Aztán jön utána egy QRS komplexus, ez a kamrai szívizomsejtnek az elektromos működését fogja papírra vetni, vagy képernyőre vetni, kérdés, hogy nézzük, és ez viszont annak a depolarizációjának a következménye, tehát az ott megtörtént depolarizációs hullám hozza létre ezt a QRS komplexust. A T hullám viszont az izomsejtekben lejátszó repolarizáció nyomán alakul ki, mindjárt megértjük ezt is, hogy mi az, hogy depolarizáció és repolarizáció. Az EKG alapján a szívizom állapotáról, az ingerület vezető rendszerének állapotáról kapunk felvilágosítást. Ez nagyon lényeges kérdés. Nos, akkor így már remélem érthetőek a stressz kardiomiopátiában látható elváltozások. Ezek az eltérések a szívizomzatban végbement változásokra utalnak. Az első ábrán egy hatalmas DHS és a konfliktus aktív fázisban létrejövő EKG képet fogja mutatni, míg a második képen a megoldást követő bevezető EKG jeleit látjuk. Elsőképpen az STT eltérések, emelkedések vannak, ugye a kék nyilak erre mutatnak. A mellkasi 3-6-os elvezetésben, és másnap látjuk meg, ugye a megoldási szakaszban,
a negatív T hullámokat, a megnyúlt QTC szakaszt, és 7-10 nap múlva ezek ugye normalizálódni fognak. Ne feledjük el, hogy az epileptoid krízisben az első ábra EKG-ja fog ismét megjelenni. Ezen a képen pedig láthatjuk a normális EKG-t, ott bekarikáztam, és hogy hova vezet a konfliktusok meg nem oldása, a problémáknak a szőnyeg alá seprése, az erről többet nem beszélünk féle lezárása mindannak, ami valójában megoldásra várna. Nem ilyenkor kéne kapkodni, és kétségbe esni, hanem az egységet mielőbb meg kéne teremtenünk önmagunkkal és a világgal, én ezt így gondolom. Ezt szeretném mindenkiben tudatosítani, vagyis a sípoló hang előtt kéne üzenetet hagyni, amikor az megszólal az intenzív osztályon, már késő. Ugyanabban a pillanatban rá fogunk jönni az igazságra, de már nem tudjuk elmondani senkinek sem, hogy ne ezt az utat kövessék, mert az életünk nem a hajszáról, a gyűjtögetésről, a birtoklásról kéne szóljon. Nem gondolom azt, hogy egyedül az én dolgom lenne megváltoztatni a világot, de azt gondolom, hogy el kell mondanom azt, mitől fog megváltozni a világunk. Ehhez a változáshoz előbb önmagukat kéne rendbe tenni. Így gondolom. Mitől is speciális a szívizomzat? Nos, a vázizom rostjai a mozgatóidegek felől érkező utasítás hatására fognak összehúzódni, ez tiszta ügy. A szívizomzatnak viszont van saját ingerképző és ingerület vezető rendszere, a központ a szinusz csomó, ahogy azt már előbb láttuk, ahol a szív összehúzódásához szükséges utasítás fog létrejönni. A szinusz csomóban, mint elmondtam, olyan speciális szívizomsejtek vannak, amelyek időről időre akciós potenciált hoznak létre, ezt angolul pacemaker aktivitásnak nevezik, és így biztosítja a szívizom ritmusos összehúzódását, a szívdobogását. Erről már volt szó. Minden sejtet viszont sejthártya burkol, és ezt a sejthártya képet látjuk a baloldali nagy képen, színesben. Az egyik az a kettős foszfolipid réteg, ami a sejthártyát építi, a másik szerkezeti eleme viszont a fehérje molekula, olyan típusai, amelyek jellegzetes kapcsolatot teremtenek a sejt belseje és környezete között, ilyet látunk a színes képen bal oldalon, ahova a nyíl mutat, a kékszínű nyíl mutat. A fehérjék is többfélék, közéjük tartoznak az ion csatornák, amelyeken, amikor nyitva vannak, ionok fognak átáramlani, és az ionpumpák is, amelyek viszont az adenozin trifoszfátban, ATP-ben tárolt energia felhasználásával fognak ionokat pumpálni át a sejthártya túlsó oldalára. Tehát van egy passzív, és van egy aktív ionpumpa. A bal felső ábra feltünteti azokat a fontosabb ioncsatorna és ionpumpa típusokat, amelyeknek fontos szerepe van a membrán potenciál kialakításában és fenntartásában. Az az A betű, ott az ábra szélén, az egyiken kisebb, másik részén nagyobb, a fehérjék negatív töltését szimbolizálja, az ion koncentráció különbségeket az eltérő betű méret érzékelteti. Az állandó kálium csatornákat szaggatott, a feszültségszabályozott ioncsatorna féleségeket folytonos nyíl jelöli, a nyilak iránya pedig azt mutatja, hogy milyen irányban áramlanak át az ionok az ioncsatornákon, ha azok nyitottak. A nyilazott jelek egy-egy nátrium-kálium vagy nátrium-kalcium pumpát szimbolizálnak. Az is ismert, hogy a sejthártya két oldalán között potenciál különbség van, ez az úgynevezett nyugalmi vagy membrán potenciál. Ennek oka lényegében az, hogy a sejthártya két oldalán eltérő az ionok koncentrációja. A koncentráció különbséget az említett pumpák fogják létrehozni. A potenciál különbséget az okozza, hogy a sejthártyában olyan kálium-ion csatornák is vannak, az állandó kálium-ion csatornák,
mellett, amelyek mindig nyitva vannak, amelyek a koncentráció különbségnek megfelelően kálium-ionokat fognak szivárogtatni ki a sejtből. A távozó kálium-ionok negatív töltéseket hagynak maguk után, tehát egy nagy rész pozitív ion átmegy a túloldalra, mögöttük negatív töltést hagynak, ezek a fehérjék töltései lesznek, ami miatt a sejthártya belső felszíne a külsőhöz képest egyre negatívabbá válik. Egy idő után azonban annyira negatív lesz a sejt belseje a külsejéhez képest, hogy az vonza pozitív töltésű káliumionokat, és végeredményben mínusz 80 millivolt érték körüli dinamikus egyensúly alakul ki. Az egyensúlyi helyzetre jellemző membrán potenciált fogjuk nevezni nyugalmi potenciálnak. Ezt most már a harmadik képre, tehát a második oszlopnak az alsó képére utalnék. A nyugalmi helyzetben a sejt belseje tehát negatív töltésű a külsejéhez képest. Ha utasítás érkezik a sejthez, a membrán potenciál a sejthártya egy adott pontján előbb hirtelen lecsökken, és polaritása a legtöbb esetben át is fordul. A sejthártya belső felszíne lesz pozitív a külsejéhez képest. Tehát ezt látjuk az alsó képen jobb oldalt. Aztán rövidesen helyreáll az eredeti állapot, és a membrán potenciál változás alapja az, hogy az a bizonyos utasítás hatására előbb nyílnak, majd csukódnak a nátrium, illetve a kálium ioncsatornák. Itt van a kutya elásva. Fontos tudni, hogy az ioncsatornákon az ionok csak egy irányba áramlanak, nagyobb koncentrációtól a kisebb koncentráció felé, diffúzióval, ugye ezek a fizika törvényei. A káliumcsatornákon káliumionok áramlanak, a nátriumcsatornákon természetesen nátriumionok fognak áramolni be a sejtbe. A kálium ki, a nátrium be. Amíg az eredeti állapot az izom vagy idegsejt esetében néhány ezret másodperc alatt áll helyre, ezt mutatja az első görbe, a szívizomsejtek esetében ez 2-3 tized másodpercet vesz igénybe, ez a második körbe. Sőt, a szívizomsejtek nem csak membrán potenciál változás időtartamában, hanem a lefutásában is különbözik az izom, illetve idegsejtektől, de hát ez szemmel látható, hogy a két görbe között azért némi különbség van. Mi a különbség alapja? A membrán potenciál változásokat a szívizom sejtekből ki és oda beáramló elsősorban nátrium, kálium és kálcium ionok árama okozza a szívizom sejtek funkciója egy szívdobbanás során. Mi minden történik a szívizom sejtek membrányában egyetlen összehúzódás alatt? A nyugalomban levő szívizom sejtek sejthártyájában a feszültségszabályozott kálium és nátrium csatornák zárva vannak. A depolarizáció jöhet a szomszédos szívizomsejtek felől, ugye ezt látjuk a pitvar esetén, vagy a szív speciális ingerületvezető rendszere felől jön az utasítás, ezt látjuk a kamrai izomzatnál. Ennek következtében a membrán potenciál értéke hirtelen lecsökken, és ez a meredeken felfele mutató vonal pont ezt a csökkenést mutatja, ugye mínusz 80-ról megyünk a nullára, fölfelé. A nátrium csatornák kinyílnak, a nátriumionok áramlanak be a sejtbe, a kálium csatornák is kinyílnak rajtuk keresztül, káliumionok szöknek ki a sejtből, és ezt a gyors repolarizáció követi, ez már a visszatérő rövidke szakasz ott a görbén. A gyors átmeneti repolarizációt egy platófázis követ. Látjuk, hogy elnyúlik, szélesebb ez a görbe, mint a baloldali. A platófázisban a membrán potenciál értéke hosszú ideig csak lassan növekszik, ezért látjuk a visszatérő vonalat időben elhúzva, vagyis szélesebbnek, mint a vázizom és az idegsejt esetén. Ez alatt nagy mennyiségű kálcium áramlik be a sejtbe a kálcium csatornákon keresztül, és kálium ionok áramlanak ki a sejtből az úgynevezett késleltetett kálium csatornákon.
A befelé és kifele irányuló ionáramok között fennálló egyensúly miatt a membrán potenciál értéke a platófázis nyomán kismértékben változik és elhúzódik. Az a platófázis akkor fog véget érni természetesen, amikor bezáródnak a kálcium csatornák, ám a késleltetett és az állandó kálium csatornán keresztül további kálium ionok távoznak a sejtből, és így végre létre fog jönni a membrán potenciál, vagyis megtörténik a repolarizáció. Sőt, a repolarizációt követően a membrán potenciál egy rövid időre meg is haladja a nyugalmi potenciál értékét, ezt hiperpolarizációnak nevezzük, és ez az a picike rész, amit a görbének a vízszintes vonal alatti részén látjuk, egészen a képnek ugye a jobb alsó sarkába, mert ilyenkor fog végül is helyreállni a nátrium-kálcium, illetve a nátrium-kálium pompa. Na most mindezekről azért beszéltem ennyire részletesen, hogy lássuk azt, hogy a szívritmus zavarokra gyártott antiaritmiás szereknek megvan a létjogosultságuk, ha azokat ezen ismeretek alapján alkalmazzák. Mivel a központi idegrendszer hat a szív működésére, és így egyértelmű az, hogy a központi idegrendszerre adott nyugtatóknak, görcsoldóknak vagy antidepresszánsoknak lesz valamilyen hatása a szív működésére is. Ez teljesen logikus. Ezeket leginkább a szapora szívműködés visszafogására alkalmazzák. Természetes, hogyha a feszültséget, amit egy DHS okoz, befolyásolni tudja egy nyugtató, az hatni fog a szív frekvenciájára is. Persze ez nem mindig jön be, van róla tapasztalatom, vagyis ez megint csak egy tüneti kezelés. Biztos a hallgatóságban van olyan, aki hiába szedte a nyugtatót, mégse tudott megnyugodni, és a vérnyomása nem csökkent, és a pulzusa nem csökkent. Tehát erről ennyit. A vágusztónust befolyásoló szerek a vagotóniát erősítik, így a Hammeri iránytűt és a kétfázisú lefolyást ismerve értjük, hogy ez miért hatékony. Addig, míg a gyógyszer, természetesen ez is tüneti kezelés, mert ugye a megoldási szakaszra ható, azt fokozó gyógyszerről van szó. A szívizomzatra ható szerek viszont már a depolarizációra és a repolarizációra hatnak komoly mellékhatások árán, ezt ne feledjük el. Nem ellenük beszélek, csupán érzékeltetni szeretném, hogy az igazi megoldást kéne választani az életfolytig tartó gyógyszerszedés helyett. A kockázatokról és mellékhatásokról mindenki tájékozódhat, aki kezébe szeretné venni a gyógyulását és az élete irányítását. Kit kell antikoagulálni? Ez is egy nagyon visszatérő, állandó kérdés. Ugye antikoagulálás azt jelenti, hogy a véralvadás gátlásába beleszóló gyógyszerek alkalmazásáról van szó. A következőkben orvosi szaklapokban megjelent cikkekből idézek, mivel követtem a szakirodalmat, az ilyen információk mindig fennakadnak a rostán. Az AF, vagyis atriális fibrilláció, vagyis magyarul pitvar remegés fibrilláció, ezt jelenti az AF itten. Szóval ez tényleg előidézheti a pitvarban kialakuló érrögöt, de tegyük hozzá, hogy ehhez kell a magasabb trombocita szám is, ami egy önleértékelési konfliktus megoldás követő fázisában, a hegesedési fázisában fog megjelenni. Vagyis ha nem akad el az önleértékelés megoldása, ez magától rendeződik. Tehát volt a praxisom alatt olyan, hogy valakinek a szív pitvarba kialakult egy trombus, egy rög, amit aztán onnan eltávolítottak, vagy megpróbáltak feloldani természetesen, de ez sem magától alakul ki, azért ehhez mi is kellünk. Azt is tudjuk, hogy a stroke oka a bolondot csináltak belőlem, vagy csináltam magamból program következménye, így már teljesen érthető a cikkben a megállapítás, hogy nem csökkentette a stroke kockázatát az antikoaguláns kezelés. És igencsak nem könnyű akadémikus gondolkodással eldönteni, mérlegelni, hogy minek mi az előnye és mi a hátránya. A praxisomban volt elvérzéses haláleset az antikoaguláns kezelés miatt, amit a köznyelvben ugye vérhigítónak neveznek. Erre a
gyógyszerre, teljes iparág kattant rá, és most már nem csak kumarin, vagyis szintkumár áll rendelkezésre, ami amúgy patkányméregben is ott van, csak nagyobb dózisban, hanem más helyen is képesek befolyásolni a vér alvadékonyságát a vérzékenység irányában. Ezt azért jó tudni. Hogy mire utalnak a leletek? Gondolom, ez mindenkit érdekel. Van estészakasz emelkedésével járó és azzal nem járó infarktus. Nos, az EKG és a germán gyógytudomány ismeretében, akkor most már tudjuk, hogy az estészakasz emelkedését a túlhajszoltság okozza. Ez lesz a STEMI infarktus a medicinában. Természetesen, ha nem STEMI az infarktus, akkor az birtokzónás konfliktus okozta, mert itt csak a koszorúerek érintettek, és nem a szívizomzat. Ugye milyen fantasztikus az, amikor végre a germán gyógytudomány segítségével megértjük, hogy mit tanítottak az egyetemen. A mérgezések ugye nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe, ezt tisztáztuk az elején. A 2018. április 25-i Medscape cikkben arról olvashatunk, hogy az immunszupresszív kezelésnek milyen fantasztikus mellékhatása van idézőjelben. Ha az esetek 46%-a belehalt a kezelésbe, azért ez elgondolkodható, hogy ízületi fájdalomra vagy autoimmunnak nevezett kórképek esetén mit teszünk. Megnézzük az erről szóló előadásokat, és megoldjuk, lezárjuk végre a sérelmeinket, vagy bevesszük a tablettát. Vagyis mindig van legalább két megoldás kérdés, hogy mikor másszunk ki az áldozat szerepből. A 2017. november 15-i cikk a Medical Online-tól származik, azért szerepel itt, hogy lássuk a tudományosnak nevezett feltételezést. A szívizom sejtek pusztulását nem a makrofág sejtek okozzák, hanem a túlhajszoltság és a makrofágokat, tehát nem kéne gyógyszeresen gátolni a visszaépítés során a megoldást követő fázisban, hanem épp, hogy támogatni kéne őket, mondjuk pihenéssel, fehérjedús táplálékkal, a történetekből a tanúságok levonásával és a My Studenten méghen hallgatásával folyamatosan és nagyon halkan, szerintem. De aki ezzel nem ért egyet, az szedje be a gyógyulását gátló szereket, ezeket már nem nevezném gyógyszereknek. Az angol orvosi szaklap, a British Medical Journal, BMJ, 2016. július 4-én, milyen érdekes, hogy pont ezen a napon, közli, hogy 60 évnél idősebb ember tanulmányozva kétségbe vonja a koleszterin hipotézist. Ugye értjük? Ez csak hipotézis, vagy az úgynevezett bizonyítékok idézőjelben nem is vételhetőek meg, nem reprodukálhatóak, vagyis nem tudományosak. Kiderül, hogy a magasabb koleszterin szín épp hogy csökkenti az elhalálozást, de minden szívbeteg szedjen statinokat. Még akkor is, ha egy másik szaklapban megjelent cikk is azt igazolja, hogy a statinok nem javítják a kardiovaszkuláris kimenetet. Ugye milyen érdekes ez? Végül is akkor mitől fog a pitvarfibrilláció és a ritmuszavar meggyógyulni? Csak is tőlünk függ. Vagyis, hogy mikor leszünk hajlandóak felülvizsgálni az önmagunkhoz és a többiekhez fűződő viszonyainkat. Mikor leszünk képesek arra, hogy értékeljük magunkat akkor is, ha erre a környezetünk nem ad visszajelzést. Mikor teszünk meg mindent azért, hogy helyreállítsuk a harmóniát önmagunkkal és a környezetünkkel. Meddig ülünk benne egy konfliktusban, első ábra. Nem új ékel nap a te haragoddal, emlékszünk? Ha csak ezt az egyet betartanánk, nem tudnánk megbetegedni. Hányszor fogjuk újra és újra ugyanazt a sablont követni második ábra? Vagy csak velem fordult elő az, hogy láttam, éreztem, hogy ez már megint ugyanaz a történet? Ideje lenne változni, változtatni, ideje lenne megfogalmazni mindazt, amire vágyakozunk, és azt meg is valósítani, mert amire figyelsz, ott a valóságod, mondom, minden tanfolyamon. Mindezt minél hamarabb ismerjük fel, annál hamarabb kilépünk az elakadt gyógyulásokból, harmadik ábra,
melyekre utaltam már az előző fóliákon is. Én úgy gondolom, hogy megint sikerült rávilágítanom arra, hogy a germán gyógytudomány rámutat, hogy a betegségek nem azoktól a tényezőktől függnek, amelyekhez kötik az akadémikus orvoslásban a betegségek megjelenését, hanem csupán a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától, a konfliktus aktív szakasz hosszától, a sinektől, és gyakorlatilag a személyiségünk változását, a viselkedésünket, a hangulati változásokat is befolyásolják azok a tények, hogy hány ilyen programot futtatunk. A fel nem oldott érzelmi konfliktusok feloldásával az okot fogjuk megoldani, és nem a következményekre szedünk gyógyszert egy életen át. A germán gyógytudomány reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető, kérem szépen ez letesztelhető mindenki számára. Nem statisztikán, nem állatkísérleten nyugszik, hanem az embriológiára és az öt biológiai természettörvényre épül. Egyszerű, logikus, mindenki által megérthető. Csak kérdés az, hogy megoldjuk-e a DHS-t érzelmileg, vagy szenvedünk tovább okosan és tudományosan.